Augusztusban leplezte le az átlátszó oknyomozó portál fotósa Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a Lady Milliárd nevű jacht fedélzetén. A politikus a családjával nyaralt, az egyik leggazdagabb magyar az építőipari cégeivel az állami közbeszerzéseken rendre jól szereplő Szij László hajójának fedélzetén. Majd tegyünk fel néhány kérdést. Igen, Szijjártó Péter arra a kérdésre azóta sem válaszolt, hogy ki fizette a nyaralását. Az ügy kipattanása után hetekkel is csak annyit mondott, sosem engedett a korrupciónak. Soha, mióta itt dolgozom, semmifajta olyan döntést nem hoztam, amely korrupt szándékokkal lett volna kikövezve, vagy azok mentén született volna meg. És szerkesztő úr, ez igaz általánosságban is, és igaz erre a konkrét esetre is. Az MSZP szerint a külügyminiszter sokak számára elérhetetlen államnyaralását biztosító milliárdos vállalkozó most benyújtotta a számlát. A hvg.hu írta meg, hogy a Magyar Közút egy összesen 400 milliárd forint összértékű gigapályázatán szerepelt jól Szij László cége, a Magyar Aszfalt. Az ország 6 régiójában akar ennyi pénzt útfelújításra költeni az állami cég. Ezekért a munkákért csak a mostani pályázaton nyertes cégek versenyezhetnek 2024-ig, vagyis a választások után is még 2 évig. A Magyar Aszfalt 4 régióban versenyezhet más cégekkel, így összesen majdnem 270 milliárd forint elnyerésére nyílt esélye. Megkeresésünkre a Magyar Közút azt írta, a törvényi és egyéb jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelve indították el a közbeszerzési eljárást építési keretmegállapodások megkötésére. A DK szerint Orbán Viktor tartva a választási vereségtől így akarja előre kifizetni a hozzá közel álló vállalkozókat. Ez a pánik kormányzásnak a tipikus jele. Megelőzni mindent, minden lehetőséget egy választási vereség esetén is, a haverokat előre finanszírozni. A 100 leggazdagabb című kiadvány szerkesztője azt mondta, Szij László felemelkedése 2015-ben indult, miután a Fidesz és Simicska Lajos szakítását követően a Magyar Aszfalt elkezdett jól szerepelni a közbeszerzéseken. Most a 100 leggazdagabb magyar idei kiadása szerint ő a 7. leggazdagabb magyar, tehát viszonylag gyorsan ért a csúcsra, majdnem úgy, mint Mészáros Lőrinc. Szij László vagyonát az év első felében 120 milliárd forintra becsülték.